Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a következő percekben háborúról, az orosz-ukrán háborúról lesz szó, és aktualitásokról, Ukrajnával kapcsolatos aktualitásokról is. Stír Gábor itt a vendégem, a stúdióban a moszkvatér.com alapítója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket! Na, több érdekes hír van, nem is annyira a frontálással vagy harci cselekményekkel kapcsolatos hírek ezek, hanem inkább itt a körülményekkel, illetve még a múlt ügyei azok, amik most újra-újra felbukkannak, és lehet, hogy ezzel is kezdeném, de a hallgatók kedvéért elmondom, hogy szeretnénk beszélni az új uh, ukrán védelmi miniszterről, ebben az órában a Gabona exportról, Erdogan és Putyin találkozójáról, de még mindezek előtt akkor hadd kérdezzem meg azt, hogy az északi áramlat felrobbantásával kapcsolatos friss új hírek, amelyek egyre inkább arra engednek következtetni, hogy ki áll e mögött a robbantás mögött, mit mutatnak számunkra, vagy ön számára mit mutatnak. Én itt pont mondtam a műsor elején, hogy számomra az az érdekesebben, hogy hogy most kiderül viszonylag hosszú idő után, kicsit ilyen vontatottan, tehát már a, az emberek, a hírfogyasztók már bele is fáradtak az északi áramlattal kapcsolatos mindenféle hírbe, és akkor most derül ki, hogy kiállhatott mögötte, és a következményeket meg nem látjuk. Tehát az az indulat, ami akkor volt, amikor ez az esemény történt, már elszivárgott, már más ügyek elvitték a figyelmet, és akkor most kiderül az, hogy Ukrajna volt. Mit szól ehhez? Így kellett csinálni. Akkor, amikor a mindenki fölháborodik egy, egy ilyen terrorakció, mert én másképp nem tudok fogalmazni ezzel kapcsolatban, akkor senki nem mond semmit. Mindenki elken mindent. Akik több verzió volt, több érintett lehetett akkor. Utána került megint elő, de már az is nagyon késő volt, amikor Seymour Hersh megírta az ominózus cikkét, hogy ő az Egyesült Államokat látja a dolgok mögött lényegében teljesen mindegy, hogy a nyugati blokk, vagy a nyugati blokk körülállók országok közül, melyikhez köthető ez a, a terrorakció. Azt, amit el akartak érni, azt elérték. Legyen az az Egyesült Államok, legyen az Ukrajna, legyen az a kettő együtt, segítséggel összejátszva Lengyelország, Nagy-Britannia, tehát ez, akik szóba jöhetnek, és szóba is jöttek. És most már nem törődik szinte senki azzal, hogy mi lesz az északi áramlattal. Azt elérték, hogy Németország, illetőleg az Oroszország együttműködésének egyik infrastruktúrális alapja, vagy egyik legfontosabb, az energetikai együttműködésnek az egyik legfontosabb alapja, ez az áramlat, a négy cső közül három kiukat, fölrobbantották, és hiába mondogatja azt például most már olyan szinten is a százországi miniszterelnök, tehát hogy már ilyen szinten is fölmerül a németekben, tehát Michael Kretschmar, hogy, hogy azért mégiscsak helyre kéne állítani, mert a, a, jövőben bármikor kellhet, és addig helyrehozhatatlan károk érhetik a csővezetéket. És ha már arról beszéltünk, hogy, hogy elkenték a dolgot, és most már föl se kapja az ember a fejét, hogy, hogy ki is lehetett, vagy ki volt valójában. Úgy nagyon érdekes az, hogy az egyik leginkább érintett anyagi értelemben a szuverenitását, illetően a gazdaság versenyképességét, illetően az Németország mélyen hallgatott, Mostanában ugye, ugye előjött a mostani hír kapcsán is, hogy Németország nyomoz. Németország, én biztos voltam benne, hogy nyomoz, mert németek alaposak, sok mindent lehet rájuk mondani, de ez, ez talán még megmaradt. És úgy mondják, hogy a, a szálak Ukrajnába vezetnek. Hogyha ha Ukrajna volt, akkor ez tökéletesen elképzelhető, azt nézzük, hogy az ukránoknak semmi sem drága. Minél rosszabb, annál jobb. Ők már szenvednek, ők ö, elvesztették országuk területének egy jelentős részét, a jövőt elvesztették, demográfiailag, gazdaságilag összeomlóban vannak, összeomlottak, és ö, ők szeretnék azt, hogy minél inkább kiterjeszteni ezt a háborút, tehát ne egyedül vigyék a, a nehezebb részét, ne ők halljanak csak a frontokon, legyen akkor már kapcsolódjon be a NATO, legyen akár világháború, nekik rosszabb nem lesz. Én ezt értem, a világnak sokkal rosszabb lesz, hogyha ez így történik. Tehát ilyen szempontból logikus lehet, hogy az ukránok voltak. Aminek bennem fölmerül kételyként, hogy a mentalitás szempontjából is ők készek ilyenre. Ez biztos. Még akkor is, hogyha ha mondjuk néha a saját érdekeik ellen cselekszenek, például fenyegetnek azzal, hogy a, az Ukrajnán átvezető csővezetéket, olaj vagy gázvezetéket kiiktatják. Tehát még arra is készek, nem arra, hogy, hogy egy konkurens vezetéket megrongáljanak. Tehát ami még logikus lehe, is lehet. A másik dolog az, hogy, hogy a, ami a kételjeimet erősíti, hogy idáig azt hallottuk, hogy, és komoly szakemberektől, hogy, ahhoz, hogy ezt a terrorcselekményt valaki végrehajtsa, végre tudja hajtani, oda nagyon komoly technikai adottságok kellenek. Tehát azt nem tudja egy kisebb ország önmagában elvégezni. Tehát én úgy gondolom, hogy amennyiben az ukránok voltak, akkor, akkor valamiféle segítséget kaphattak valamelyik nagyhatalomtól, aki, akinek ilyen eszköze, ilyen felderítése van, hogy ez simán menjen. Továbbra is egyébként azt gondolom, hogy az Egyesült Államok valamilyen formában érintett ebben az, ebben az ügyben. Hát lehet, hogy ez is ki fog derülni majd akkor, amikor már senkit nem érdekel. Most még azért erre fölkapnánk a fejünket, de, de várnak ezzel is. Már -e arra eleget. sem akkorát. át. Hogy... Már igen, igen. Na de ugye itt azért anyagit kár is történt, és hogy dolgozza fel egy német állampolgár azt, hogy az ő adójából is segítik ugye most Ukrajnának a háborúját, harcát, pluszban egy csomó olyan eszközt, fegyvert adnak át, ugye itt a Leopárt harckocsiktól kezdve beszélhetünk egy csomó mindenről, ami egyébként a német hadseregnek is kellene mondjuk egy önvédelmi háborúhoz, ha úgy hozza az élet vagy a sors, hiszen azért a német hadsereg most nincs abban az állapotában, amilyenben ugye régen volt, aminek nyilván megvannak a saját okai, de tehát ugye Németország támogatja, Ukrajnát segíti pénzzel, fegyverekkel, eszközökkel, és közben kiderül, hogy Kijev x hónappal ezelőtt megfurt egy olyan központi energetikai infrastruktúrális német érdeket, ha úgy tetszik. Amiben németek pénze van, németek cégek van. pénze van, és, és akár potenciálisan is a német gazdaságot erősíti az olcsó és megbízható gázszállítás. Hát úgy nem kapjuk már rá fel a fejünket, vagy meguntuk a témát, de hát ez mégis világbotrány, nem? Világbotrány, és ha ukrán szempontból nézzük a dolgokat, ez megint csak azt erősít, hogy logikus lehet, hiszen az ukránok szemében a németek gyávák, a németek együttműködnek az oroszokkal, a németek nem adnak elég fegyvert, nem adnak elég pénzt, miközben arányosan a legtöbb pénzt adták egyébként, tehát lakosság arányosan, GDP arányosan az Ukrajnának, és hogy Fölkapja egy, egy német a fejét, hát arra sem kapta föl a fejét, hogy a, az elmúlt másfél évben a berlini uh, ukrán nagykövet úgy beszélt az, a német politikai elitről, a német politikai elittel, hogy én a kutyámmal ne beszélek úgy. Szóval ezt is lenyelte Németország. Németország, Németországban az, az emberek is, tehát át van mosva az agyuk valahol nagyon rossz állapotban van a társadalom, még rosszabb állapotban van a politikai elit. És ilyen állapotban a németek képesek sok mindent lenyelni, nem az egész társadalom, mert azért ne felejtsük el azt sem, hogy a társadalom hangulatát jelzi az is, hogy már 24 százalékon van az alternatíva Németországért. Tehát az a párt, amelyik, amelyik azt a Jelen pillanatban még kisebb, a társadalomnak a kisebb részét képviseli, akik nem úgy gondolkodnak, mint a fősodor. Akik nem, nem kérnek ebből a háborúból, akik másképp látják a, a német amerikai vagy az európai amer, amerikai viszonyt, és akik együttműködnének Oroszországgal továbbra is, pragmatikusan, mert ez így olcsóbb, ez így erősíti Európa biztonságát, erősíteni, stb. stb. Tehát a trend az egyértelmű, hogy a végsőkig nem lehet ilyen média háttérrel sem, mint a német média, a német média az, az még a konzervatív lapok is egyfajta a mi szemszögünkből ilyen liberálisként tűnnek föl, és, és egyértelműen átmossák a németek, németek agyát, ami a legszörnyűbb az az, ez az ő dolguk, de azért a legszörnyűbb az, hogy, hogy nem a saját érdekeikből indul ki a politikai elit, a társadalom erre nem kapja föl a fejét, nem tiltakozik, és ezt mondhatnák, hogy az ő dolguk, ezt majd Németország intézze el magában, de Európa mozdonyáról, Európa vezető gazdasági és politikai hatalmáról van szó, és ez kihat az egész Európai Unióra. Arról nem is beszélve, hogy mi Magyarország gazdasági értelemben mennyire Németországhoz vagyunk kötve. Tehát mi ne örüljünk annak, hogy a németek most nagyon szánalmas, rossz helyzetben vannak. Inkább drukkoljunk annak, hogy szedjék össze magukat. De... És ennek egyik példája lenne az, hogy, és látok is apró jeleket, vagy szeretném, és ez, szeretnék látni jeleket, és ezért próbálok belelátni abba is, ami lehet, hogy nem az, de, de mégiscsak valami van, hogy a németek igen, közben nem szóltak, elhallgattak, nem tiltakoztak semmit a, a, a vezeték fölrobbantása miatt, de nyomoztak, és azért csak-csak, kihoznak valamit, ami, ami nem illik bele a jelenlegi nyugat-európai narratívába. Konkrétan arra gondolok, hogy ez e, emögött Ukrajna lehet. Nem olyan régen hallottam egy szakértőnek egy mondatát az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, és hát nagyon sarkosnak tűnt az a megfogalmazás, valahogy úgy fogalmazott, nem tudom pontosan idézni, hogy Amerika azért gerjesztette vagy provokálta ki ezt az orosz-ukrán háborút, hogy el tudja vágni az orosz olcsó nyersanyagot a német ipartól, és meg tudja szüntetni ezt a kapcsolatot. És igazából ez a fő indítéka vagy indikátora ennek a háborúnak. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye, és akkor ide mellé tenném azt, hogy én már hallottam olyan hangokat, hogy a németek közül már gondolkodtak többen azon, hogyha vége lenne ennek a háborúnak, akkor valahogy újra kéne építeni az oroszokkal ezt a kapcsolatot. Na most meddig, ha valóban ez az ok, akkor meddig menne el Amerikában, hogy ezt végképp megakadályozza? Mert akkor semmi értelme nem volt az egésznek, hogyha ezek a kapcsolatok újraépülnek. Ezt a tételt, hogy az Egyesült Államoknak stratégiai érdeke az eurázsiai geopolitikai térség két pólusának a nyugati, ezen belül a, a Németország vezette, vagy mindenek előtt a német technológiát jelentő nyugati pólus és az orosz keleti pólusnak a az együttműködésének a megszakítása, a német, német technológia és az orosz energia egymásra találásának megakadályozása, ez amerikai érdek, ez nem egy-két évtizedes, ez nagyjából egy évszázados amerikai stratégiai érdek. Erről nagyon sokat beszéltem én is, itt is, már régóta írjuk, és nagyon sokan mondják, nagyon sokan mondjuk, és akármi lesz ennek a háborúnak a vége, Amerika ezt a stratégiai célját Amiért nagyon sokat dolgozott, ha csak a, a, a gázvezetékeknél tartunk. Annak idején, amikor elkezdődött a, a, az energetikai együttműködés, akkor még a Szovjetunióval, akkor, akkor Ronald Reagan akarta, vagy próbálta megakadályozni, akkor nem sikerült. Akkor azok a, a, a vezet, azokat a vezetékeket lefektették. Az, az energetikai együttműködés megindult a, a Szovjetunióval is, és, és évtizedeken át gond nélkül működött egészen addig, amíg, amíg az ukránok egyszer csak el, el nem kezdték lopni, ez még a háború előtt jóval, megfurni, megcsapolni a vezetéket, és és, és jöttek a problémák Európa energiaellátásával. Azért az Európa is tudja, hogy az eddigi jóléti modellnek és a gazdasági versenyképességének az alapja az olcsó orosz energia volt, az amerikai védőernyő a biztonságra, hogy nem kellett költeni, azt mondja, az amerikaiak megoldják, hát most ez üt vissza, és a kínai kereskedelem, tehát ez a három, és ennek Két, két oszlopát, az egyiket már kiütötték, a kínai kapcsolatot most próbálják éppen rombolni. Marad az Egyesült Államok védőernyője, ami, amit lassan most már odáig fajul, hogy Európa az Egyesült Államok vazallusává válik, kiszolgáltatottá válik. Tehát a kérdésre válaszolva, hogy, hogy mit tenne az Egyesült Államok, azt tenne, amit most tett, ha az ő érdekei azt kívánják, hogy ne legyen északi áramlat, akkor vagy megoldja, vagy megoldatja, hogy azt kiiktassák. És addig, amíg Európának nincsen olyan politikai elitje, amelyik a saját érdekeit, Európa érdekeit, a saját nemzetének az érdekeit képviseli elsősorban, és nincs ehhez megfelelő ereje, katonai ereje is, nem csak gazdasági ereje, a, és ennyire kiszolgáltatott az Egyesült Államoknak, addig nagyon sokat nem tud tenni. Addig, addig, maximum tiltakozhat, de, de valódi ellenállást nem tud tanúsítani. Tehát én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok nem fél attól, hogy, hogy a németek most helyreállítják egyik pillanatra a másikra, akár ha véget ér a háború, akkor is a gazdasági együttműködést Oroszországgal, bár ez lenne a logikus, ugyan, de, de ismerve a mostani német elitet, erre nincs sok esély. Akkor lenne esély, hogyha egy Angela Merkelhez hasonló politikai vezető jönne vissza, vagy jönne, vagy kerülne hatalomra, de jelen pillanatban kevés ilyen személyiséget látok a német politikai palettán. Tehát még, még a, a CD, CDU jelenlegi vezetője sem az, tehát nehéz ez. Aki meg ezt azon egy, azonnal végrehajtaná, ugye a, a AFD, az alternatíva Németországnak, az pedig teljes mértékben kirekesztette a német politika önmagából. Tehát ott vannak, ott vannak a parlamentben, ott vannak minden, mindenhol egyenlő a népszerűségük, de, de hát ők egyelőre párják. Az érdekes, amit már mondtam, hogy, hogy valamivel lejjebb tartományi vezetői szinten már azért elmerték mondani, például Mihály Kretsch már azt, hogy, hogy igen, ezt a vezetéket helyre kéne állítani. Más a gondolkodás, ha már itt tartunk, mert ugye száz országról van szó, más a gondolkodás az Voltendékában, tehát a kelet-német a kelet területeken és a nyugat-német területeken, és én azt látom, hogy, hogy a német Gazdasági elit a gazdasági érdekekből kiindulva helyre helyreállítaná, és idővel helyre is fogja állítani az orosz kapcsolatokat, majd, majd egyszer a háború után, ha addig ez a gazdasági elit még Németországban marad. Mert az Egyesült Államok jelen pillanatban olyan körülményeket teremt, hogy ezek a vállalatok, ezek a cégek az jelenlegi válságos helyzetben átköltözzenek Amerikába, akkor pedig nekik már oly mindegy lesz, hogy mi lesz, a ném, hogy alakul a német gazdaság sorsa és a német-orosz gazdasági együttműködés jövője. Itt ugye a török áramlattal kapcsolatban is jelentek meg olyan hírek a magyar médiában, hogy az ellen is tervezhetett egyébként Kiev ilyen támadásokat. Tervezett Aztán látom, is. hogy pontosította itt, itt az orosz hírekkel, látom, hogy Kreml pontosította Putyin szavait a török államrat, gázvezeték ellen, ukráni támadásokról, és ott arról van szó, hogy az őket, tehát a gázvezetéket védő hajók ellen így terveztek. Van, így van. A gázvezetéket védő hajók ellen, de hát már megbocsássanak, ha a gázvezetéket védő hajót akarom kiiktatni, akkor nem ördögte való az, hogy, hogy a következő cél, vagy ez csak egy, egy közbelső állomás felé, hogy kiiktassák a török áramlatot is. Tehát azt is, azzal is ugyanazt csinálják, mint a, az északi áramlata. Itt egy különbség van, hogy itt nem csak egy-két orosz hajó védte, Emögött ott van ö, Törökország, amelyik nem úgy reagált volna, mint a németek egy ilyen helyzetre, sőt, mindent megtettek volna annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt. És még egy dolog, a Ukrajna másképp viszonyul Németországhoz, hiába Európa vezető hatalmáról van szó, az ukránok valahogy ö, lenézik, nem tudom, mit, mit gondolnak magukról, de hát ahogy beszéltek, az... Ö, az ezt tükrözi. Törökországtól viszont jobban tartanak. A török-ukrán együttműködés jó, de ebben benne van az is, hogy a törökök azért rálépnek az ujjukra, nagylábújukra, hogyha ott valami csúnyát csinálnak velük szemben. De ha már itt vannak a törökök, akkor témánál vagyunk. Ugye Erdogan és Putyin találkozott egymással, kétoldalú megbeszélésen beszéltek dolgokról. Ami kiszivárgott, az annyi, amennyit én találtam, hogy itt a az ukrán gabona exporttal kapcsolatos kérdésekről lehetett szó. Nem tudom, hogy van más információ, miről beszélhettek még, vagy csak feltételezések van, vannak? Van, van, azért, van, van. Mindenek előtt a, a két fő témája volt ennek a, ennek a találkozónak. Az egyik az, hogy a törökök mindenképpen szeretnék visszahozni Oroszországot a gabonaalkuba, a Fekete-tengeri gabonafolyosul újraindítanák óriási török gazdasági érdekek vannak e mögött, és diplomácia is. És a másiképpen ez volt, tehát az, hogy Törökország a közvetítő szerepét a háborúban, a háború megoldásában egy, egy esetleges béketárgyalások közelettével erősítse. Tehát, hogy ismét Törökország legyen a közvetítő, mint a háború kirobbanása utáni első hónapban, ugye az isztambuli tárgyalások, amelyek, a, amelyek során a legközelebb állt a két fél ahhoz, hogy, hogy tűzszünet legyen. Szóval Erdogán szerette volna elérni, vagy szeretné elérni továbbra is azt, hogy hogy békeközvetítő vagy tűzszünetet tető alá hozó politikus legyen, ezzel a presztízsét növelje saját magának és az országának is, a másik pedig, hogy visszahozza ö, Moszkvát a gabonalkuba. Emellett nagyon sok mindenről tárgyaltak még. Tárgyaltak ö, a Kaukázusról. Ez teljesen természetes, hiszen mind a két országnak komoly geopolitikai érdekei vannak a Kaukázusban. Az egyik ország, Törökország, Azerbajdzsán mögött áll a karabahi konfliktusban. Abban a karabahi konfliktusban, ahol, amely most ismét robbanás előtt áll. Egyre több az incidens. Egyre idegesebb, feszültebb a hangulat, tehát azért én figyelmeztetnék itt mindenkit, hogy ne lepődjön meg nap nagyon, hogyha a napokban, vagy a következő hetekben ott megint csak történik valami. A másik oldalon, az örmény oldalon Oroszország áll, Ör örményország biztonságát lényegében Oroszország garantálta idáig. Ott vannak az orosz békefenntartók Kis Karabakban, és éppen mostanában, a napokban, Mondott szót kígyót békát Oroszországra Pasinyán örmény miniszterelnök, de ez igazából ilyen, ilyen esett segélykérés volt, csak én nem tudom úgy segítséget kérni, hogy, hogy lehordom a, a biztonságon garantálóját, úgy nehéz, de vannak Oroszországnak elemi geopolitikai érdekei a Kaukázusban. Tehát a Kaukázus mind a két országnak fontos, és, és hát van is miről beszélni, volt is miről beszélni, és beszéltek is. Emellett nagyon fontos gazdasági dolgokról is szó volt. Például jövőre készül el a rosszatom építésében az első törökországi atomerőmű. Most arról volt szó, hogy emellett Sebekínónál egy másik városban esetleg elkezdjenek építeni egy második atomerőművet. Emellett szó volt arról, hogy ezt Peszkov kommunikálta is, tehát nem én találom ki, hogy erősítsék Törökországnak a, a gáz elosztó szerepét, hub szerepét, tehát az, hogy a Törökország egy nagy gáz elosztó legyen Európa felé, más irányokba, és Törökország számára ez fontos. Ez gazdasági értelemben fontos, geopolitikai értelemben fontos. És Oroszország, ugyan már az európai export most, hogy lecsökken ö, nagyjából 20 milliárd köbméter köré egy évben, tehát akkora jelentősége már nincs az európai ö, exportnak, de de továbbra is fontos fönn akarja tartani. Hát már csak azért is, nem csak a nem miattunk, de, de például néhány ország köztem Magyarország a déli áramlaton keresztül kapja a, az orosz gázt, vagy déli, vagy török áramlat, mert ugye 2024 végétől az ukránok bejelentették, hogy ők az orosz gáztranzitot beszüntetik, addig szól a szerződés. A leg, azt meg kéne újítani. Tehát ezekről is szó volt, tehát sok mindenről, és természetesen, úgy említettem az, az orosz-ukrán háborút, az, az központi téma volt, és még egy nagyon fontos. Az orosz média legalábbis nagyon sokat ír, és írt az értékelő cikkekben is, és a fölvezető cikkekben is arról, hogy az orosz-török viszonyban az egyensúly elbillent egy kicsit Törökország felé. És Oroszország ezt igyekszik helyreállítani. Miről is beszélünk? Az utóbbi időben Törökország tett néhány olyan negatív, olyan gesztust Oroszország felé, amire a Kreml fölkapta a fejét. Gondolok itt arra, amikor Zelenszky isztambuli látogatásakor, kiadtak néhány azovos vezetőt, akiket ugye azról volt szó a megállapodás értelmében, akiket Mariupolban az oroszok elfogtak, átadtak a törököknek, hogy a háború végéig nem mehetnek haza, nem adhatják ki őket. Azóta már a fronton harcolnak, van, aki meg is halt. Ezek azovos, ugye a neonáci azov vezetői, nem akárkik. Akkor volt, tehát Törökország a, a tehát a negatív gesztusok mellett önmagától is megnőtt a súlya Oroszország, kiszolgáltatottabb lett Törökországnak, és vannak olyan vélemények, amelyek az, ezzel is magyarázzák azt, hogy, hogy a törökök számára, ebben megjegyzem, hogy a Kína számára is nagyon fontos gabona megállapodásba visszahozzák Oroszországot. És, és nem biztos, hogy csak Ukrajnának szólt ez a, ez, hogy Oroszország kilép, hanem annak is, hogy hogy Ankara is egy kicsit fogjon vissza, mert mi azért még háború ide vagy oda, még elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy, hogy minket csak úgy utasítgassanak ide-oda. Egyébként meg, hogy a, a, a kereskedelem a török gazdaság jelenlegi helyzetében, jelenlegi nem túl jó helyzetében nagyon fontos az, hogy a szankciók miatt, ugye Törökország nem részese a szankciós politikának, és Törökország geopolitikai helyzete és a török-orosz politikai viszony miatt is, az elmúlt évben majdnem 90 kal megnőtt a török-orosz kereskedelmi forgalom mértéke. Ez, 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 nagyjából ilyen, ilyen 70 milliárd dollárt jelent. Szóval óriási pénzekről is szó van, és szó volt ezen a találkozón. És ezért is gondolom azt, hogy a politikai értelemben nem túl sikeres találkozót, vagy azokat a kijelentéseket, azokat a, a Putyin részéről a korábbinál keményebb kijelentéseket Erdogán szó nélkül lenyelte, mert Őnek is nagyon-nagyon komoly érdekei fűződnek ahhoz, hogy ez a viszony továbbra is pragmatikus maradjon. Ugye itt, itt a törökökről lehető sokaknak még eszébe jutnak a Bayraktar drónok, amelyeket azt szintén ugye Ukrajna tudott van, használni van, ebben van, igen. a háborúban. Pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy ez nyilván, hogy szintén egy olyan pont, ami Oroszországnak nem volt az ínyére? Nem volt az ínyére, természetesen, de Oroszország is tudja, hogy a fegyvereket nem csak gyártják, azokat el is kell adni. Tehát ahogy ő neki eladja Irán, úgy Törökország eladja, vagy eladta Ukrajnának, az nem tetszett neki, hogy már szerviz, meg összeszerelő üzemet akartak már Ukrajnában, vagy szóval róla, hogy ott. Létesítenek. Tehát, hogy még egy fokozatot lépett a, a török-ukrán együttműködés. De az, hogy eladnak fegyvert, az nem tetszik, nem tetszik, de Oroszország is elfogadja, ő is kap, ő is használja Törökországot, mint ahogy Törökország is használja Oroszországot és Ukrajnát is. Már csak azért is, mert a, a neoszmán álmok ugye kiterjednek a posztszovjet térségre is, tehát a, elsősorban Közép-Ázsiára, az ottani türk népekre, és Erdogánnak érdeke az, hogy, hogy erősítse a befolyását ebben a régióban, hisz így, így erősítheti, a, így lehet regionális hatalom, és az átalakuló világrendben egyébként Törökország ennek az átalakulásnak idáig, ha a térséget, ezt a térséget nézzük, az egyik legnagyobb nyertese. A másik, ha itt Kelet-Európát, Ázsiának ezt a részét nézzük, akkor a másik Lengyelország. Tehát ez a két ország, amelyik regionális hatalomként a leginkább megerősödött a, a a föl turbósodott geopolitikai mozgások során az elmúlt másfél évben azt, hogy Erdogan találkozott Putyinnal, illetve, hogy ott most próbálják ezt az erőegyensúlyt visszabillenteni az oroszok, amiről ön is beszélt, erre egyfajta válasz az, hogy az ukránok új védelmi minisztert neveztek ki, ugye Rustem Umerov, még kicsit tanulom én is a nevét, ő egy krimi tatár származású ember, és úgy tudom, hogy ő ugye muzulmán vallású, úgy Igen. tudom, hogy eddig az ukrán vezetésben talán nem is volt olyanra példa, hogy muszlim vallású legyen ilyen magas pozícióban a kormányban. Én sem emlékszem most hirtelen. Nem úgy gondolom, hogy ez válasz lenne erre. Időbeli egyben, egybeesés. Egy nappal a putin Erdogan találkozó, a Szocsi találkozó előtt jelentették be ezt a változást, az Orosz, orosz, ukrán védelmi miniszteri poszton, de erről már augusztusban beszéltek Ukrajnában, hogy Rustem Umerov lehet Alexei Reznyikovnak az utódja. Beszéljünk pár szót arról, hogy miért kellett, vagy miért váltották le Reznyikovot, akiről nek a leváltásáról már éveleje óta szó volt. Az első, ami, ami kapcsán szóba jött akkor az évelején is, meg most is, az a hadseregben lévő mérhetetlenül nagy korrupció. Bődületes nagy korrupció van Ukrajnában, és ennek az egyik melegágya a hadsereg. És az évelején a, a botrány az élelmiszerbeszerzések körül volt, milliárdos, dollárban milliárdos, nagyságrendű, több százmilliárdos, nagyságrendű ö, lopásról van, korrupcióról van szó, most pedig hogy az derült ki, hogy a téli jackik helyett a fronton lévő katonák nyári jackit kaptak, ami nem teljesen mindegy, ugyebár. És ebből is látjuk egyébként azt is, hogy háború ide-oda, háborúban is lopnak, akik megszokták, hogy lopni, hogy lopnak. Tehát Reznyikovot meneszteni kellett már csak ezért is, mert túl sok volt a a korrupciós ügy. Az amerikaiak részéről és a nyugat részéről, de elsősorban az amerikaiak részéről egyre nagyobb volt a nyomás. Zelenszky készül az ENSZ éves csúcs találkozójára, közgyűlésére, találkozik Bidennel. Valamit kell vinni, hogy én csinálunk valamit ezzel a korrupcióval. Tudom, hát már úgy kell venni hogy én egy korrupció ellen, ellenes, harcos vagyok. Harcos vagyok, Igen. ennek jegyében Ugye most nem akarom, az megint egy hosszú történet, hogy Ihor Kolomoiszkit, aki őt kitalálta, őt szintén most éppen korrupció és más gyanúkkal, vádakkal börtönbe csuktak. Tehát ez az egyik része. A másik része az, hogy ugye ez a, a, a nyári ukrán ellentámadás, ez nem túl sikeres. Tehát valakinek ezért is el kell vinni valahogy a balhét, hát Zelenszkij nem viheti el magát, nem fogja leváltani. Annak ellenére azért Reznyikov ilyen szempontból is kapura jön, annak ellenére jön kapura, hogy ő a... Tehát ahogy hogy mi történik a frontokon, az nem, azért nem felelős. Ő a, a fegyver beszerzésekért, a, az ellátásért, a diplomáciai kapcsolatokért, hogy ki milyen fegyvert ad Ukrajnának, azért felelős. A katonai dolgokért a, a, az elnök és a, a vezérkari főnök a felelős, de jól jön ez így, kis levegőt, gőzt ki lehet engedni ezzel is. Ö, Egyébként egész idáig azért húzták, hogy Reznyikovot évele óta nem sikerült leváltani, mert Reznyikov az elnöki adminisztráció vezetőjének, Jermaknak az embere, egyébként ő a ukrán politika második embere, tehát nagyon erős emberről van szó, és ő megvédte akkor, most már nem lehetett, de nem puhára fog esni Reznyikov, mert úgy tűnik, hogy Nagy-Britanniába kerül, nagykövetnek. Tehát ö, egyébként ez is mutatja, hogy mind Jermák, mind Reznikov, ö, hát hogy a, miért Nagy-Britanniában, mert a kapcsolatai oda fűzik leginkább, tehát a britek embere volt. Ha már itt a, arról beszélünk, hogy ugye már volt többször is, vagy máskor is ilyen adásban, hogy az amerikaiak és a britek is nem csak együttműködnek, de versengenek is Ukrajnán belül a befolyásért. Tehát most Kicsit előre szaladok, hogy Rustem Umerov, az, ő az amerikaiak embere kerül a védelmi miniszteri posztba, és Reznikov a britek embere volt. De a briteknek marad nagyon erős emberük, például Kirilló Budanov a külföldi hírszerzés vezetőjének személyében. Tehát ezek csak ilyen kis apró érdekességek. Hát azért mégiscsak nonszenszül hangzik, hogy Amerika és a britek, tehát hogy. A, hogy Nos, A, de így van. az ukrán vezetésen belül ö, éleződnek ezek az ellentétek ukrán miniszterek személyében? Így van. Hova vannak igazából bekötve, ö, kik irányítják őket inkább. Én nem azt mondom, hogy teljes mértékben, tehát marionett figurák, de 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 Reznyikovon keresztül az, a brit befolyás lehet, lehetett, vagy jelen pillanatban Budánovon keresztül jobban érvényesíteni, vagy Jermakon keresztül, míg az amerikaiaknak is megvannak a saját embereik. Tehát az még nem állnak rosszul, tehát én azt mondom, egy pillanatig sem, tehát vannak ilyen, ilyen kis, kis, harcok. És akkor ugye említettük azt, hogy, hogy egy krími tatár került a védelmi miniszteri székbe, a rada már meg is erősítette azóta, és Rustem Umerovról azért tudni kell, hogy ő az állami vagyonügynökségnek volt a vezetője, ez egy nagyon kényelmes poszt. Pénzek fölött diszponál, vagyon fölött, ingatlanok fölött diszponál, és és hát, hogy mondjam, a krími tatár mentalitásnak is jól megfelel, tehát az üzleti kereskedel, kereskedelmi, vénának is megfelel. Ő a Gólosz nevű párt listájá jutott be még a parlamentbe. Egyébként ő Üzbegisztánban született, egy üzbegisztáni kisvárosban. Hát ugye tudjuk, hogy 1944-ben Stálin a krími tatárokat Közép-Ázsiába deportálta, és hát így került ő krími tatárként, vagy a szülei, tehát így született ő krímitatárként Üzbegisztánban. Na most itt, hogy miért ő, mert ez érdekes, hogy miért ő kerülhetett képbe. Ugye nem szokványos, mert egy, egy keresztény országban egy muszlim hívő, de hát manapság ez, ez nem akadály, és ez nem ez a legfontosabb. Rustem Umerov egyébként a krími tatár vezetőnek az ezer éve a radában ülő, de a, sokáig a, a krími tatárok parlamentjét a Medzsliszt is vezető, Mustafa Jemilovnak a, a kabinetfőnöke jobb keze volt, és sokáig úgyis beszélt róla Mustafa Dzemilev, ő egyébként egy legendás, még szovjetek által üldözött legendás szabadságharcosról van szó, diszidensről annak idején, és ő úgy beszélt róla, hogy Umerov lehet az ő utódja, tehát a krími tatárok vezetője. Aztán ugye történt egy más a krímben, és a, a, ez azért fontos ez a vonal, mert Jemilev eleve egy szovjetellenes, ezen keresztül orosz ellenes. Umerov a, tehát az egész szocializáltsága, indítatása meglehetősen orosz ellenes. Tehát ez az első, ami miatt ő megfelel a jelen pillanatban az ukrán védelmi miniszteri posztra. Azon kívül említettem azt, hogy Amerika embere abban a programban tanult az Egyesült Államokban, amelyben ilyen a jövő vezetőit képezték. Hát most mindenki gondolja tovább, hogy mit képeztek, hol és kik de az, a testvérével együtt, akinek nagy, nagyon jó amerikai bizniszei vannak, tehát Ruszlánnal együtt ott, ott, tanultak, mint a jövő európai és ukrán vezetői. Jók a török kapcsolata is, bár itt azért, hát igen, krímitatár, tehát ez alapból ö, hozhat egy, egy muzulmán török vonalat. Ugyanakkor itt van egy kis apró zavar a gépezetben, mert, mert Umerov még a Krimben egy olyan iskolában tanult, amelyet törökök létesítettek, de a gülenista. Tehát a Gülenhez, tehát Erdogán ellenfeléhez kapcsolható hálózat. Tehát ha netán úgy gondolná Törökország vagy Erdogán, akkor nyugodtan nevezhetné őt Gülenistának. Tehát egyrészt egy Amerika által kiképzett és Gülen vonalát a kiképzett embernek. Sok rétege van. Sok rétege van, és akkor még szóba jön az, hogy miért fogadta el Zelenski? Láthatóan Zelenszki belső emberei között tartotta nyilván, a muzulmán vezetőkkel, muzulmán országokkal folytatott tárgyalásain mindenhol ott volt Umerov, ott volt a Zelenszki feleségének ilyen pénzgyűjtő, Arab útjain is, tehát ő nagyon, nagyon közel állt az elnökhöz. És még egy nagyon fontos dolog, és szerintem itt, ha a jövő szempontjából előre nézünk, akkor, akkor nagyon fontos az, hogy ö, Umerov ö, ott volt az említett ö, isztambuli béketárgyalásokon, tűzszüneti tárgyalásokon, a háború kirobbanása után, ö, amelyek ö, Minskben kezdődtek, majd Isztambulban majdnem tűzszünettel végződtek. Aztán jött Boris Johnson Kievbe, és akkor hirtelen abba maradt minden. A, ö, fölálltak az asztaltól az ukránok, akkor jött Bucsa, stb., de nem erről van szó. Tehát ebben a tárgyalási folyamatban ott volt Umerov, és nem is akár hogyan. A utolsó Minszki forduló és az első Isztambuli forduló között ő neki nagyon fontos szerepe volt ő találkozott Isztambulban Gerhard Schröderrel. Tehát ő próbált egyfajta üzenetet eljuttatni Zelenszky-től, ahhoz a Schröderhez, akiről tudjuk, és hát az ukránok is azért azért juttatták el hozzá, aki nagyon jó kapcsolatban van Vladimir Putyinnal. És akkor, amikor a, a, az ukrán és az orosz külügyminiszter első alkalommal a háború kirobbanása után Isztambulban tárgyaltak, ugyanazon a napon tárgyalt a Rustem mumeróval folytatott tárgyalásai után, Isztambulból azonnal Moszkvába utazva, Gerhard Schröder volt német kancellár, Vladimir Putinnal. Tehát átadta az üzenetet, amit Zelenszky küldött. És... Ugye arról beszélünk mostanában, hogy közeledhetnek. Nem csak reméljük, hanem vannak jelek, hogy valamikor most már esetleg lehetnek, a nem is idén, de jövőre tűzszüneti tárgyalások, béketárgyalások. És ha ezt hozzáveszem, hogy ennek ellenére mégsem Rustem Umero volt az első számú jelölt a védelmi miniszteri pozícióra, még csak nem is a második, hanem a harmadik, de az első kettő, két miniszter, építésügyi és még valamilyen miniszter nem fogadta el érthető módon, mert elég öngyilkos poszt most a, a, védelmi miniszteri poszt, és akkor miért fogadhatta el Umerov? Felteltően azért, mert egy ambíciózus fiatalemberről van szó, 40-es, 40 év körüli fiatalemberről, Átgondolta, hogy közeledhetnek a béketárgyalások, a tűzszüneti tárgyalások, ő neki ebben van tapasztalata, feltétlenül van némi vonala oroszokhoz is, oroszországhoz, Ukrajnán belül e, látjuk, hogy, hogy elismerik, tehát bíznak benne. A lehetséges közvetítő Törökország úgy tűnik, hogy bízik benne, most az, az csak egy kis árnyalat volt az a gülenista vonal. És egy ambiciózus fiatalembernek óriási ugródeszka lehet ebben a helyzetben az, hogyha ő ott lehet a béketeremtésnél, a tűzszünet kihirdetésénél, tető aláhozásánál, egy olyan ö, politikusnak, akinek feltehetően vannak a jövőre nézve is komoly politikai ambíciói. Tehát... Ö, úgy tűnik, hogy több szempontból is megfelelő embert találtak az ukránok erre a posztra, hiszen egy, egy otthon elfogadott, igazi aktivista szellemű, fiatal, ambiciózus politikusról van szó, akinek jó az amerikai, jó a török vonala bekötése, bírja az elnök bizalmát, és van tapasztalata abban, amire az ukránok várnak a tűzszüneti tárgyalásokban. Hát kíváncsian várjuk, hogy hogyan fog aztán majd kommunikálni, megszólalni, milyen mondatok fogják elhagyni a száját, és mik jelennek majd meg hírként róla. Úgyhogy ebben is majd számítunk a segítségére. Most nagyon szépen köszönöm, hogy erről mind tudtunk beszélni. Stír Gábor a Moszkvatér.com alapítója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmet.